A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám támogatója a Beat étterem. A műsorszám támogatója és házigazdája Kovács Kata ceremóniamester. Kiváló ételek, szemedgyönyörködtető látvány, jó szervezőképesség, ezt mind megadja a Beat, hiszen az egyik legfontosabb témája az esküvő szervezésnek a helyszín kiválasztása, hogyha lakodalmakról vagy esküvőkről van szó, és ebben segít majd nekünk egy kiváló dekoratőr is. Tartsanak velünk! A Kidebet tér eleve egy különleges interiőrbe érkezik be, egy otthonos, hangulatos helyre, ahol amellett, hogy az ételek minősége, alapanyag minősége kiemelkedő, ami plusz tudunk mi nyújtani, szerintem az a felszolgálás minősége. Tehát a mi felszolgálóink nagyon régóta szinte nyitástól változatlan csapattal dolgozunk, és abszolút a vendégekért vannak. Nem kell 10 percig kalimpálni, ha valaki szeretne valamit rendelni, hanem nagyon odafigyelnek a vendégekre. Én szerintem bármilyen cégnél, bármilyen egyesületnél, hogyha egy csapatot együtt tudsz tartani, mert jól érzik ott magukat, mert motiválod őket, akkor egy olyan csapattal, ami hetente, évente változik, elég nehéz jól teljesíteni. Itt mindenki számíthat a másikra, mindenki ismeri már a másikat. Vannak pultosaink, vannak felszolgálóink, és hát természetesen a konyhai személyzet. Úgyhogy ez a létszám abszolút változó, hogy egy szombatról beszélünk-e, vagy egy kedd délelőtről, de mindig olyan létszámmal igyekszünk dolgozni, hogy a vendégeknek ne kelljen sokat várni a vacsorájukra és az ebédükre. Yeah! Sokan nem tudják, de a Beatben külön rendezvényterem is található. Gyertek át velem, itt jutunk át ebbe a hangulatos, egyedi stílusú helyszínre, aminek elrendezése nagyon vonzó külsőt kölcsönöz. Éppen ezért rendszeresen több rendezvénynek ad otthont. Kiemelt események itt az esküvők, lakodalmak, de nézzétek csak, a képek és a helyszín háziasszonya nálam most sokkal többet mondanak. Ez a rendezvényterem 8 éve készült el. Azóta folyamatosan vállalunk itt esküvőket, ballagásokat, családi rendezvényt, évfordulót. Nagyon népszerű lett a fehérváriak körében, de azért még mindig hallok innen-onnan, hogy nem ismerik ezt a helyszínt. Nem is tudták, hogy az éttermen kívül nekünk van egy ilyen klassz rendezvény helyszínünk. Ez a helyszínünk egy olyan 80 fő befogadására készült. Természetesen volt már ennél nagyobb létszámú rendezvényünk is. Ott, hogyha táncos rendezvény és esetleg zenekar, DJ van, ugye a táncparkett rovására megy a létszám feltöltése, de vállalunk kisebb, akár 35-40 fős létszámú rendezvényeket is. Az is elég jól berakható ebbe a terembe, nem tűnik úgy, mintha üres lenne a fél helyszín. A termünk légkondicionált, illetve hangszigetelt, tehát nálunk nincs az, hogy le kell halkítani a zenét, hogy éjfél után le kell kapcsolnunk a zenét. Itt, hogyha be vannak zárva az ablakok és az ajtó, akkor itt igazán alig is mehet a mulatság. A berendezés mindig létszámtól függ, tehát hogyha van egy nagyon nagy létszámunk, az eleve determinálja, hogy milyen módon tudjuk az asztalokat elrendezni, de ahogy most látjátok is, akár szigetekkel meg tudjuk oldani, akár három hosszú asztallal meg tudjuk oldani, akár terítőzünk, akár hagyjuk ezeket a szép faerezett vintage asztalainkat csak így magába, ami a párnak tetszik. Ami a nagy előnyünk még, hogy található egy ilyen kis átöltözős helyiségünk, tehát a pár be tudja hozni a már előző nap a menyecske ruháját, az esküvőhöz szükséges dolgokat, tehát ide csak úgy érkezik meg szépen mosolyogva, hogy élvezze a nagy napját. A legoptimálisabb esetben egy évvel előtte lefoglalják a párok az esküvői helyszínt, ugyanis vannak olyan időpontok, dátumok, amik nagyon népszerűek. Most már nem lehet azt mondani, hogy a májustól július, augusztusig tart az esküvőszezon, hiszen nagyon sok esküvőt csinálunk szeptemberben és októberben is. Tehát, hogyha biztosra akar menni a pár, akkor én azt mondanám, hogy egy évvel előre szóljanak nekünk, de volt már olyan esküvőnk, amit 6 hét alatt sikerült megszerveznünk, volt éppen egy üres szabad szombat, úgyhogy akár az is kivitelezhető.
Az összeállított lakodalmi menüsorunk nagyon változatos, és hát ahogy láttátok is a konyhában, még például a kenyeret is magunk sütjük a esküvői menühöz. Az ember, hogyha egy esküvőn részt vesz, mint bármilyen szolgáltató, elkerülhetetlen, hogy elkezd kötődni a párhoz, a pár családjához, illetve amire mi eljutunk egy esküvőig, addig már egy 5-6-szor találkozunk, szinte betekintést nyerünk a család életében, úgyhogy nagyon kevés olyan pár van, akivel nem tartanám a mai napig a kapcsolatot. Természetesen van egy-kettő, akik nagyon-nagyon a szívemhez nőttek, és azóta is visszajárnak ide házassági évfordulót ünnepelni, hozzák a gyerekeiket, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, hogy igazán jó kapcsolatot sikerül kiépíteni velük. Ám a lakodalmakon a szórakoztató momentumokat olykor váratlanul felváltják a tökéletlen pillanatok. Íme néhány, amit Kriszta sok év tapasztalattal a háta mögött osztott meg stábunkkal. Például ejtettünk mi már le esküvői tortát, ment már el a teljes áramszolgáltatás a szertartás közepén, tehát mindig vannak bakik, de ezeket igyekszünk úgy kezelni, hogy láthatatlan maradjon a násznép, és természetesen leginkább a pár számára, hiszen ez amúgy is egy feszültséggel tele, hosszú fárasztó nap, igyekszünk levenni a vállaikra, amit csak lehet. Nálunk a felszolgálás az esküvőn a személyzettel történik, de mindamellett a bárpultunk is működik az egész este folyamán, hiszen a fiúk annyira szeretnek ott csoportosulni, hogy alig lehet őket onnan kirobbantani. Egy nagyon jó hangulata van a bárpultnak, úgyhogy én azt is mondanám, hogy egy olyan esküvői helyszín, ahol nem tudsz egy légtérbe étkezni, táncolni és a bárpultnál iszogatni, az egy kicsit olyan halott ügy. Itt így minden egybe van, úgyhogy ez nagyon jól működik nálunk. Ezelőtt 2 évig a külső helyszínünk is működött, mint szertartás helyszín. Ez idéntől már inkább egy ilyen fröccs terasz welcome fogadásra alkalmas, tehát akkor zárt körűsítjük abban az 1 órában a teraszt, tudnak itt a násznél fotózkodni, kicsit elfröccsözgetni, beszélgetni egymással, de sajnos szertartást idéntől már csak a benti helyszínünkön vállalunk. Az esküvők elengedhetetlen kelléke tulajdonképpen a dekoráció, ami azért esztétikailag mindenképpen gyönyörködteti a szemünket. Például ezeket hova szokás tenni? Hát asztal közepére. Uh-huh. Először, hogyha lehelyezed azt a tálcát, ez lehetne egy tükörlap is, de ide jobban illenek ezek a fakiegészítők. Így helyes szerinted? Igen. Oké. Okay. Úgy szoktam, hogy a közepes méretűt egy kicsit mögé, és akkor ugye a legmagasabbat pedig ide. Hát így elég gusztusos. Igen. És akkor ez egy ilyen általános dísz a vendégek asztalánál, vagy mi az, ami még fel tudja dobni? Hát igazából egy asztalszám is kelleni fog, ami ugye lehet egy ilyen álló kis szám, illetve van itt egy ilyen komolyabb plexi, ami már egy menüsort is tartalmaz, illetve egy itallapot. Ez már ilyen modern, mondhatjuk, igen, ez egy ilyen kombó dolog, és igazából a hátlap cserélhető, tehát a színe is változhat, amit a dekorhoz lehet illeszteni, de itt nagyon jól megy a vázához. Igen, és akkor ezt mondjuk az asztal közepére szintén? Hát így van, mindenki mondjuk ahonnan lássa. Érkeznek, hogyha udvar felől, akkor így látják, de ugye nyilván az a szám már fölösleges. Aha. És akkor ugye ehhez van majd külön tábla, köszöntő tábla, meg ülési rendtábla. Aha, igen. És mi az, ami még feldobja a vendégeknek az asztalát, illetve majd az ifjú párnak az asztalát? Igazából lehetne szalvéta is olyan, mint itt a másik oldalon vannak ilyen design szalvéták, de mondjuk a Bitnek vannak szerintem saját jó szalvétái. Aha. Tehát vannak ilyen Mr. Mrs. feliratos, hogyha zöld dekor van, zöld futó. Asztali futót is tehetnénk egyébként. És azt így szó elmondhatjuk, hogy a virágnak mindig van keletje, tehát hogy az nem tud kimenni a divatból? Hát kell a virág, itt majd csak az a kérdés, hogy élő vagy pedig tartós bérelt dekoráció. Én amit szeretek, tehát hogy vagy nagyon magasra kell tenni, egy körasztalnál vagy egy ilyen blokkasztalnál, vagy nagyon magasra kell tenni a virágot, hogy átlássanak alatta egy állvány nyol legyen, vagy pedig így ennél magasabban ne. És a hosszú ültetésnél ne legyen zavaró, tehát hogy és lehessen tenni az ételt. Tehát egy ilyen nagy blokkasztalon nagyon jó díszíteni, mert még elfér minden más is, és látják is egymást az emberek. Rózsa még mindig favorit? Hát a nemes virágok, a rózsa, szellőrózsa, pünkösdi rózsa, hortenzia, ezek még mindig az esküvőknek a vezető virágai.
és hát elérkeztünk a főasztalhoz, ami a nagy nap egyik fő helyszíne. Mit kell tudnunk róla, mi az, ami gusztusossá teszi az ifjú pár asztalát? Attól függ egyébként, hogy lehet, hogy csak két személyes a főasztal, hogyha csak a pár ül itt, vagy ülhetnek a tanúk, ugye a szülők. Egy ilyen méretű főasztal, mögött pont ugye ez a szép tapéta a háttér, ez egy meglevő tapéta az étteremben, és ilyen pálmalevelek vannak rajta. Aki szereti a modern greenery stílust, ők van, hogy meghagyják, ahogy van a tapéta, és akkor kihoztuk sokszor ezeket a leveleket a dekorba. Tehát leraktuk az asztalra leveleket, a ülésrend köré ezeket a pálma leveleket, és egy egységet képez. Lehetne itt egy fényfüggöny, lehetne más szöveggel is együtt jobb, vagy ilyesmi feliratok is vannak, ledesek. De itt az a kérdés mindig, hogy eltakarjuk ezt a greenerit, ezt a tapétát, mert el is tudjuk teljesen takarni, és akkor tudunk bármilyen színt belevinni, tehát el tudunk menni egy más stílus fele is, de nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ez divatos is, modern is, illik is a helyhez, úgyhogy általában csak így kiegészítjük ezt a tapétát. A LED mindig nagyon fontos és nagyon mutatós, de örökérvényű a gyertya is. Igen, elegáns. És most divat ez a különböző méretű vékony arany gyertyatartó, illetve ezek a futók, amik most egy kicsit ilyen gyűrtek, és már sokszor elengedjük az abroszt. Ugye a Magyarországon az ünnepnek a tradicionális dísze az, hogy fehér, hófehér abrosz. És itt viszont nagyon szépek az asztalok, ilyen rusztikus fa felülettel rendelkeznek, úgyhogy nagyon sokszor van az, hogy nem teszünk abroszt, csak egy ilyen futót, és akkor több apró komponensű dekorációt. És ha a menetrend elkészült, a terem pedig díszbe öltözött, érkezhet is a násznép, akit a lakodalom helyszínén kreatív sarok is vár itt többek között, valamint kiváló játékok, programok is, ha Kovács Kata ceremóniamester állítja össze a nagy napot. A Beat rendezvény helyszínének egy különlegessége, hogy ez a dekoráció, tehát ez a fa, ez a virágzó fa, ez mindig itt van, és az általában az esküvőkön a fotósaroknak egy tökéletes lehetőséget ad, tehát a legtöbb esetben rendezvényeken, esküvőkön ez szokott lenni a fotósarok, tehát nem kell külön dekorálni, és ez egy nagyon jó program az esküvőkön. Amikor a párok esküvő helyszínt keresnek, nagyon fontos, hogy arra is gondoljanak, hogy az nagy napjukon milyen hangulatot tudnak teremteni azzal a helyszínnel, amit kiválasztanak. Hisz ha minden egy légtérben van, mint itt a Beatnél, hogy a vacsora helyszín, a fotósarok, a táncrész, illetve a bárpult, az italfelszolgálás vagy kiszolgálás, azzal elősegítik a buli és az egész rendezvény, az egész esküvő hangulatát, hisz minden együtt van, mindenki lát mindenkit, ha a bárpultnál vagy, oda tudsz menni rögtön táncolni a táncparkethez, ha a fotósaroknál vagy, az is itt van a táncparket mellett, tehát hogy az események részesei az emberek, nem azért, mert én fotósarkozom, nem esek ki az egész esküvőnek a hangulatából, mindenről tudok, nem maradok le semmiről, tehát hogy ez nagyon fontos egy esküvő helyszínnél. Nos tehát összegezve a nagy napot, a kiváló hangulathoz elengedhetetlen a tökéletes helyszín, a szemet gyönyörködtető dekoráció, a szórakoztató programok. De ne felejtsük el, a legfontosabb, hogy a nagy nap minden pillanatát kiélvezze a násznép, hogy aztán a színes emlékek sora egy örök élményt adhasson a családoknak. Következő alkalommal is érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen akkor majd egy kiváló DJ-t mutatunk be önöknek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszámot támogatta a Beat étterem. A műsorszámot támogatta a műsor házigazdája Kovács Kata ceremóniamester. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.